Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Sarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Új, modern, több funkciós köztéri ivókútnál lehet felfrissülni Szabadhegyen. A nemrégiben az iparútól létesített többszintes, jól bevált ivókút mintájára egy újabb antibakteriális kutat alakítottak ki önkormányzat megbízásából a Szabadhegyi városrészen, írja honlapján a Pannon Víz Zrt. Az új kút a Zöld utcában a Hármastól szomszédságában, a kutyafuttató melletti területen kapott helyet. A rozsdamentes kutat úgy tervezték, hogy a felnőttek, gyerekek, valamint kis kedvenceink egyaránt könnyedén tudják használni. Kalauz nélküli vonatok indulnak a győri vonalon is, derül ki a MÁV közleményéből. Szeptember 16-ától Budapest és Esztergom között, valamint a Budapest-Győr vonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest-Kelenföld között közlekedő G10-es, egy-egy déli pályaudvar és Komárom közötti S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes vonatokon fog megvalósulni a jegyvizsgáló nélküli közlekedés. Bővül az építőipari szakmákat választó köre. 4 évvel ezelőtt az iskola rendszerben építőipari szakmunkásnak 9000-en tanultak. Ez a szám 2023-24-es tanévben viszont már meghaladta a 16000-et, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A legtöbben Budapesten, Borsod, Abaúj-Zemplén, Komárom, Esztergom, Szabolcs, Szatmár-Bereg, Jász, Nagykunszolnok és Győr-Moson-Sopron-Vár megyében választják az építőipari szakmákat, amelyek közül a diákok évek óta a szobafestőmázoló és a köműves iránt érdeklődnek leginkább. Egymástól teljesen eltérő irányba mozdult az országos lakásbérleti piac kínálati és keresleti oldala az idei albérlet szezonban, derül ki egy friss elemzésből, amely a pótfelvételig augusztus végi eredmény hirdetésének apropóján mutatja be az albérlet piac helyzetét. A kiadó lakások iránti érdeklődések száma idén augusztusban 30%-kal erősödött júniushoz képest, de a tavaly augusztusi szinthez képest 5 évvel elmarad, részben a magas bérleti díjak miatt. Az egyetemvárosok körében továbbra is Debrecen számít a legdrágábbnak, ahol 230 000 forintos átlagos bérleti díj jellemzi a kiadó lakásokat. Győrben ugyanez az összeg, havonta 190 000 forint. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy házaspár és a könyvelőjük ellen, közölte a Zalavár megyei főügyészség. A házaspár és könyvelőjük gazdasági társaságok működtetésének látszatával nyújtottak be pályázati támogatások elnyeréséért kérelmeket a 2017 és 2020-as időszak között. Bűnsegédként felel az a 32 éves győri nő is, akit a 30 éves vádlott 2019-ben azzal keresett meg, hogy színleg bejelenti egyik fiktív cégéhez, és ezáltal a munkanélküli, akkor várandos nő magas összegű csecsemő gondozási díjat kap majd. Új gyalogátkelő helyet szeretnének az abdaiak, erről már testületi döntés is született. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésen kiderült, hogy a baleseti statisztikák szerint itt több gyalogost ütnek el, mint olyan kereszteződésekben, ahol szabályos, de nem felfestett az átkelés. Ennek az egyik oka az lehet, hogy az úton átkelőknek a zebrán nagyobb a biztonságérzete, ők is kevésbé körültekintőek. Mindenről akkor volt szó, amikor a lakossági igényekről egyeztettek Abdán. Az ötevény felüli részen új zebrát szeretnének a helyiek az egyes főúton. A képviselőtestület úgy döntött, a Bécsi út 71-es szám előtt alakítanak ki gyalogos átkelőhelyet a helyiek biztonságérzetének növelésére. Kedves nézőink, ez volt mára itt a Híradó az Oxygen Musicon. További friss híreinket és tudósításainkat a győrihírek.hu oldalon találják. Most, ahogy ezt eddig is szoktuk, nézzük meg, hogy vajon meddig marad a hőség, aztán megyünk színházba, méghozzá a Jászai Mari Színház egy gyöngyszemét tekinthetik meg ma este. Tartsanak velünk, ha tehetik. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzom. Viszontlátásra! Pénteken is marad a hőség, 31-36 fokos maximumokra készülhetünk sok-sok napsütéssel. Ismét csak egy-egy helyen fordulhat elő rövid záporzivatar. Az északkeleti szél napközben többfelé megélénkülhet. Hétvégén sem jön lényeges változás, marad a kánikula. Hajnalonként 15-22, délutánonként 31-36 fokot mérhetünk. Túlnyomóan napos időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, helyenként élénk lesz.